Alissonon kívül Szoboszlai Dominik jelenleg az egyetlen játékos a Liverpool keretében, aki végigjátszotta minden mérkőzését a Premier League-ben. Jürgen Klopp hatalmas bizalmat szavaz a magyar labdarúgónak, és láthatóan nagyon kedveli a játékát. Ez annak tudatában még nagyobb elismerés, hogy Dominik az egyik legfontosabb poszton játszik Klopp filozófiájában. De a német szakember miért szavaz ekkora bizalmat egy ilyen fiatal magyar játékosnak? Ezt fogjuk bemutatni. Ráadásul van egy másik magyar labdarúgó, aki szintúgy élvezte Klopp csapatában a bizalmat, és lehet, hogy eddig nem is hallottál róla. Ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a témát, először vissza kell menni abba az időbe, mikor Jürgen Klopp még játékosként szerepelt a Mainzban. A német szakember mentalitása már akkor is meglátszódott a játékán. Sosem volt a legtechnikásabb, viszont ezt ellensúlyozni tudta küzdésével és elszántságával. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy csatárként szerepelt karrierje nagy részében. Viszont az utolsó 5-6 évben hátvédként játszott a Mainzban. A német csapatnál a legnagyobb bizalmat Wolfgang Franktól kapta, aki a csapatánál a letámadásra épülő futballt, az úgynevezett gegenpressinget erőltette. Ő alkalmazta ezt a fajta taktikát először német csapatnál, és elmondása szerint az AC Milan olasz vezetőedzőjétől, Arrigo Sacchitól este ezt a technikai újítást. Nem volt titok a Mainznál, hogy Jürgen Klopp karrierje végeztével szeretne edzői pályafutásba kezdeni. Egy szerencsés véletlennek köszönhetően, miután menesztették a német csapat akkori vezetőedzőjét, ideiglenesen Kloppot nevezték ki a csapat élére, 2001-ben. Miután sikerült bentartania a Mainzt a másodosztályban, szerződést ajánlottak neki. Természetesen a német egyesületnél már akkor is a letámadó játékot részesítette előnyben, mint egykori edzője. Ami olyannyira be is vált, hogy 2004-ben végül fel is jutottak az első osztályba. Na de mi is az a gegenpressing? A gegenpressing németül az ellentámadás megfelelője. A filozófia lényege nem csak az, hogy a csapatok a labda elvesztését követően azonnal nyomást gyakorolnak az ellenfélre, hanem az is, hogy összpontosítva, tudatosan és nagy intenzitással teszik ezt meg, amikor a labda még az ellenfél területén van. Gyakorlatilag a kontratámadást egy letámadással akadályozzák meg. Ehhez viszont olyan játékosokra van szükség, akik nem csak hogy fittek és bírják ezt az elképesztő futó mennyiséget, hanem akik kevésbé sérülékenyek, hiszen kevesen képesek ezt az iramot elviselni. Ráadásul különösen fontos, hogy a támadó sorban és a középpályán olyan játékosok szerepeljenek, akik átlátják a játék menetét és megfelelően tudják azonosítani azokat a szituációkat, amikor indulhat a letámadás, hiszen mindezt úgy kell megtenniük, hogy a lehető legkevesebb kockázat legyen benne. Ha megnézzük Klopp eddigi csapatait, mindig volt egy-két kulcsjátékosa, aki kiemelkedő munkabírással rendelkeztek a középpályán, és mellé magas játékintelligencia párosult. Például a Mainznál ilyen volt a fiatal középpályás Fabian Gerber, de a brazil Antonio da Silva is, akit később Klopp Dortmundba is leigazolt, 2010-ben. Magyar vonatkozást tekintve pedig muszáj megemlítenünk, hogy a Mainz csapatának egy fontos láncszeme volt Bódog Tamás is, aki a német szakember irányítása alatt 89-szer lépett pályára védőként. A dortmundi időszakra rátérve pedig Klopp első szezonjában Hajnal Tamás volt a középpályán a kirobbantatlan játékos, csak úgy, mint most Dominik. Ám idővel az új igazolások érkeztével háttérbe szorult, és így távozni kényszerült. Kulcs szerepét a csapatban olyan játékosok vették át, mint például Kevin Grosskreutz, Blaszczykowski vagy akár Kagawa. De megemlíthetnénk Gündogánt, Götzét, Bennert, Lewandowskit is. Mind-mind egytől egyik hatalmas teherbírással és olyan mentalitással rendelkeznek, hogy képesek az utolsó pillanatig kitartani és harcolni. És végül elérkeztünk a Liverpoolhoz. Klopp mikor oda került? A középpályán két játékos volt, akik beleillettek a csapat motorja szerepbe. Ez pedig Henderson és Milner volt. Viszont mivel már mindkét játékos pályafutása végéhez közeledik, ezért fel kellett frissíteni a középpályát. És az új igazolások egyik legfontosabb láncszeme Szoboszlai Dominik lett. Ami érdekesség, hogy a fiatal magyar játékára nem volt jellemző ez a hatalmas mennyiségű munka a védekezésben és a letámadásban. Viszont tudta, hogy ez az, amiben fejlődnie kell, és mint Marco Rossi is mondta, megváltoztatta a játék stílusát. Amiért Dominikot ennyire nagyra értékelik Angliában, az nem kizárólag a technikai tudása, hanem az elhivatottsága, az agresszivitása, a labdával és a labda nélkül mutatott sebessége. Ebből a szempontból az elmúlt 4 évben hatalmasat fejlődött. Amikor először behívtuk őt, még a Salzburg játékosa volt és teljesen más játékstílust képviselt. Azóta rengeteget fejlődött és dolgozott magán. Talán pont ez a 4 évnyi kemény munka és változtatás kellett ahhoz, hogy Jürgen Klopp felfigyeljen a magyar játékosra. Hiszen most egy olyan labdarúgó vált belőle, aki tökéletesen beleillik a német szakember filozófiájába. Nem is véletlen, hogy alapembernek számít az angol csapatban, erre pedig még Klopp sem számított.
Még engem is meglepett, milyen gyorsan beilleszkedett. Az edzés első pillanata óta lenyűgöző volt. Kiváló srác, de tényleg igazán kiváló. Nagyon természetes, magabiztos, és ezen tovább segít, hogy nagyon keményen dolgozik. Nem kell mondanom neki, hogy lőjön, tudja ezt magától ő is, még jobban is, mint én. Rendkívüli képességei vannak. Taktikailag okos, ráadásul a játék mocskos részére is teljesen készen áll. Vagyis a kemény munkára ott, ahol manapság ez nem túl divatos. Tényleg levegőt sem hagy az ellenfeleinek. Szerintetek Szoboszlai Dominik Liverpoolban fog maradni még jó pár évig? Vagy esetleg el tudjátok képzelni egy Real Madrid vagy akár Barcelonában? A válaszaitokat írjátok le kommentben. Az utóbbi időben észrevettük, hogy a nézőink közel 73%-a nincs feliratkozva ránk. Nem titkolt célunk a 100 000 követős mérföldkő elérése a csatornán, és ha bár tudjuk, még messze járunk tőle, megköszönnénk, ha egy feliratkozással támogatnád a munkánkat, és ezzel is segítenél elérni a célunkat. Természetesen amennyiben tetszett ez a videó, és szeretnél még több érdekességet és hihetetlen történetet hallani a labdarúgásról, előre is köszönjük! Hajrá magyarok, hajrá félidő!